elmélkedések a szűzanyáról és arról a kérdésről, hogy miért sír. Égi anyán könnyezései részét képezik a magánkinyilatkoztatásoknak, s akkor is nagyon beszédesek, ha azokat nem kíséri semmilyen mondani való. Sőt, mi több, a néma anyai könnyek üzennek a legtöbbet. Nem tudjuk, hány Mária kép vagy szobor hullatott véres vagy tiszta emberi könnyeket, de jellemző a Róza Mária misztika szobrok és képek közül 63 könnyezett 1977 és 89 között 22 országban. Már ez az egyetlen adat is igen fájdalmas utalás az emberiség szomorú sorsára, és nem lehet kétséges, hogy bűneink miatt hullanak Mária könnyei. Jézus anyja azért sír, mert amint erről Fatimában világosan beszélt, sokan kárhoznak el, és ez a helyzet csak súlyosbodik. Újra és újra felszólít bennünket, csodákat művel, könnyen alkalmazható eszközöket ad, és mégis alig történik valami változás a lelkek hozzáállásában. Ám de a mulasztás egy idő után végzetes és jóvá tehetetlen következményekkel járhat. A Mária korszak nagy jelenései, és ezzel kapcsolatban valamennyi üzenet egyetlen törekvése a bűnben elmerülő embertömeg visszafordítása és az evangéliumi útra való visszatérítése. Megfigyelhető, hogy az idő előre haladtával csaknem a fizikai kitapinthatóság határáig megközelít bennünket a természet fölötti valóság. Korunkban az Isten nem proféták által, hanem egyenesen az egyház anyja által szólít meg bennünket. Még ha kezdetben sokak hisznek is a jeleknek, lassan azonban mégis ellanyulnak az áldozataikban, imádságaikban, így átveszik a környező világ mentalitását, és erejük megfogyatkozik. Az egyház anyja erre a gyengeségre, erre az elerőtlenedő keresztényi életre kínál megoldást a szeretetláng, szívet, lelket átható, kegyelmi hatását.